Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. február 14-én szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Városháza kávézó Valentin napi süteményei. Mezőtúr és vidékkel legújabb lapszáma. A mai nap a szerelmesek napja, ebből az alkalomból a Városháza kávézóban különféle süti különlegességeket találhattak meg a vásárlók, amellyel meglephetik párjukat. Emellett a szombati napon egy interaktív egészségnappal készülnek a lakosok számára. A részletekről Bíró Gabriella üzletvezető nyilatkozott televíziónknak. Valentin nap alkalmából itt a Városháza kávézóban is különlegességekkel várják a vendégeket. Mit tudhatunk, hogyan készültél a mai napra? Igazából egy kicsit elcsúsztam a Valentin nappal, későn gondolkoztam, hogy valamit kellene, de szerencsére a Dobos Kriszti csinál ilyen különleges kis tortákat, úgyhogy igazából azokkal készültem, azok vannak itt. Mennyire volt nagy sikere ezeknek a kis tortáknak? Hát nagyon nagy sikere volt, én nem is gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Először azt gondoltam, hogy majd el sem tudom adni, meg hogy majd le kell akciózni, mert le fog járni, meg mit tudom én, de 2 óra hossz alatt az összeset elvitték, úgyhogy most kellett még rendelnem pótlást. Mit tudhatunk ezekről a kis tortákról, milyen ízben kaphatóak, illetve milyen a díszítése, gondolom szív alakú? Igen, szív alakú. Mind a kettő csoki torta, és akkor az egyiken az ilyen teljesen csokis a haba, a krém, a minden. A másik meg ilyen raffaellós, ez ilyen tejszínesebb torta, de egyébként mind a kettő csoki torta. Mi az, amivel még itt várod a vendégeket ezen a napon? Hát igazából más különleges dolog nincs, amivel most várom őket. Ugyanazok vannak, mint eddig, sütemények, kávék, teák, mindenféle finomság. Milyen specialitásokat kaphatnak a vevők itt az üzletben? Ez nem csak egy sima kávézó, hanem itt azért vannak ételek is, mármint olyan ételek, hogy hamburger, meleg szendvics, hotdog, buborékos gofri, amiket egyébként nagyon szeretnek, úgyhogy ezeket tudom nekik ajánlani. Mennyire vevők ezekre a specialitásokra? Nagyon. Nagyon nagy sikere van, főleg a meleg szendvicsnek, azokat nagyon szeretik, de egyébként a többi ételeket is. A szombati napon interaktív nyílt napra is sor kerül itt a kávézóban. Erről a napról mit tudhatunk? Igazából az a lényeg ennek az interaktív napnak, hogy jön egy hölgy, aki már nagyon régóta ezzel foglalkozik, és igazából ő fog itt délelőtt előadást tartani, ahol termékeket is lehet vásárolni, ki lehet próbálni, illetve ilyen vizsgálatokat, felméréseket tud csinálni, hogy miért van bőr problémánk, mi a baj az emésztésünkkel, stb. Ilyesmi. Igazából maximum 30 főt tudunk fogadni ezen a napon, tehát a feliratkozás mindenképpen szükséges volt hozzá. Szeretnétek-e még hasonló rendezvényeket a jövőben itt a kávézóban? Simán benne vagyok, nem vagyok elzárkózva semmi ilyesmi rendezvénytől, úgyhogy keressenek meg a szervezők, és itt lehet bármit. Amennyiben ugye elférünk, tehát hogy azért itt hatalmas, nagyfős dolgokat nem lehet, de ilyen kisebb létszámokat simán meg lehet tartani. Mit tudhatunk a nyitvatartásról? A nyitvatartás az most úgy van, hogy reggel 7:30-tól este 6-ig. És majd áprilistól szeretném úgy, hogy reggel ugyanúgy 7:30-tól, viszont este 8-ig. Hétköznap is, hétvégén is nem lesznek ilyen szétbontások, hanem 8-ig. Pénteken jelenik meg a Mezőtúr és vidéke legújabb lapszáma, amely már a 3. az idei évben. Ebben a számban is számos érdekes cikkről, programajánlóról olvashat a lakosság. Ennek részleteiről Kakuk Móni újságíró nyilatkozott. Pénteken jelenik meg a Mezőtúr és vidéke legújabb az idei év 3. lapszáma. Mit tudhatunk, milyen cikkeket tartalmaz? Igen, február 16-án jelenik meg a Mezőtúr és vidéke 3. száma már idén, és
Ebben is sok érdekes anyag található. Például a címlapon nemrégiben megrendezett sportbálról van, Dóczi Bodor Mártitól egy beszámoló. Ugye ez újdonság volt a város bál életében, és mindenképpen lesz folytatása. Úgyhogy ugye ez, erre is nagyon sok sportszerető, sportbarát, sportoló elment erre az alkalomra, úgyhogy ez mindenképpen Mezőtúr város életében egy fontos esemény volt. Természetesen zajlik a báli szezon, és Mezőtúron még például a református kollégium is rendezi jótékonysági bált, ugye van horgászbál, mérnökbál, tavaszi bál, úgyhogy még sorolhatnánk, de ugye ez mindenképp egy ilyen újdonság volt, ezért kapott nagyobb teret az újságban. Ugye Mezőtúron elég híres ugye a Citera zenekari élet, hogyha a környéket tekintjük, és igazából még határon túlon is ismert a mezőtúri Citera muzsika. Úgyhogy elhívtam Csider Istvánt, ugye, aki a már több mint 50 éves szivárvány Citera zenekarnak a művészeti vezetője, hogy beszélgessünk, mesélj el, hogy például 2023-ban ugye milyen események voltak, milyen dolgok történtek azért, hogy még népszerűbb legyen a Citera. Ugye tudni kell, hogy Mezőtúron például a Bárdos Lajos Alfokú Művészeti Iskolában a Citera tanszak, az teltházzal működik, sőt túljelentkezés van minden évben, úgyhogy a Citera az még a fiatalok körében is még mindig népszerű, és ugye Mezőtúron jelenleg 3 Citera zenekarunk van, a Szivárvány Citera zenekar, a Vadalma Citera zenekar, ugye ők a legújabbak, és a Túri Zsiványok Citera zenekar. Úgyhogy őróluk és az érdekes rendezvényeikről van egy hosszabb anyag az újságban. Itt rögtön ugye a második oldalon egy felhívás, ugye a Múlt Mozaik 80 éve történt a holokauszt című cikksorozatnak a következő része a következő számban lesz, tehát a március 1-én megjelenő újságban, mert nem szerettem volna minden egyes lapszámban vinni ezt a cikksorozatot, tehát így bizonyos időközönként jelennek majd meg a részek, tehát ez a következőben lesz, és például a érdekes, hogy a Mongola Gráz ZRT népdal köre, ami szintén ugye már nagyon nagy múlttal rendelkezik itt Mezőtúron, egy hívogatót tett közzé, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szeretettel várják a fiatalokat is, időseket is, akik szeretnek énekelni, netán citerázni, akkor is, hogyha már régen szólaltatták meg a hangszerüket, akkor is sok szeretettel várják, és egy ilyen nyílt próbára, vagy nyílt közös éneklésre várják a mezőtúri lakosokat. Úgyhogy aki gondolkodott ilyenen, érdemes elmenni, megnézni, meghallgatni őket, és akár csatlakozni ehhez a nagy múltú kórushoz. Képviselői beszámoló is van az újságban. Harmat Mihályné képviselőnek a beszámolóját olvashatják el, ugye aki a harmadik választókörzetnek a képviselője Mezőtúron. És még ide tartozik, hogy képviselői fogadóra lesz február 21-én, ahová Kovács Mihály önkormányzati képviselő várja a kertvárosi lakosokat, úgyhogy ezt is mindenképpen érdemes megnézni, ezt a dátumot és helyszínt, hogy hova érdemes menni erre az egyeztetésre és közös megbeszélésre. Ugye a kedves olvasók már tudják, hogy az utóbbi években a mezőtúri szépkorúak esetében úgy történik a dolog, hogy ugye aki szeretné, hogy a polgármester úr is köszöntse 90., 95. vagy 100. születésnapján, akkor élhet ezzel a lehetőséggel, és ugye átvehet ezzel kapcsolatban egy emléklapot, és aki tudomásomra jut, akkor azt megkérdezem, hogy szeretne az újságban szerepelni, vagy készíthetek-e vele egy hosszabb beszélgetést az életéről. Ezúttal ugye 90 éves lett Csoma Mihály, aki a református kollégiumban volt testnevelőtanár, és a mai napig nagyon aktív, és például minden másnap 20 kilométert kerékpározik, és 82 éves koráig ugye tenisztezett is, és ő nagyon érdekes életutat tudott maga mögött. Például, ugye ez a cikknek a címe, hogy a tanár, aki diákokat vitt Orient Express-tel a fogarasi havasokba, tehát, hogy nagyon sok kalandot tudott maga mögött, és még az országos sajtót is bejárta egyébként. Konkrétan
ez a kirándulás a Népszabadságban is megjelent 1977-ben, úgyhogy ő vele beszélgettem egy nagyon jót, és erről van egy anyag az újságban, úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom. Volt tanítványoknak, tanároknak, egyébként érdekes, hogy a tanár úrnak az egyik diákja, vagy hát több diákja már 80 esztendős. Tehát, hogy ugye nem mindenki élheti meg ezt az ajándékot, hogy láthatja a valaha volt kis diákját 80 évesen. Úgyhogy érdemes elolvasni ezt a cikket, mert szerintem sokat lehet tanulni tanár úrtól még a mai napig. Továbbá Minácsak Jánostól volt egy visszaemlékezésünk, ugye nemrégiben hunyt el dr. Imre Zoltán, házi orvos. Ő vele korábban a túri kalendáriumban, biztos sokan emlékeznek rá, volt egy beszélgetés 2017-18-ban, és ezt a beszélgetést újra közzétesztük a mezőtúris vidékében a búcsúszóval, úgyhogy ezt is biztos, hogy sokan el fogják olvasni, mert nagyon sokakban hagyott pozitív nyomot doktor úrnak az itt léte és az itteni mezőtúri szolgálata. Az újságban ugye mindig szerepelnek a városüzemeltetési hírek is, és ezen kívül most a Mezőtúri Közművelődési Sport Kft. Művelődés szervezője Dóczi Bodor Márti írt egy 2023-as kulturális összefoglalót, amiben szerepelnek a nagyobb rendezvények, az újdonságok is, és a kihívások, amikkel szembesült esetleg a Kft., úgyhogy ezt is érdemes átböngészni, és benne vannak most például a közeljövőnek a kulturális programja is, február és április is szerepel benne már, ami a Szabadság Mozi Színház teremet érinti, ugye színpadi műsorok, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Fontos tájékoztatók is találhatók az újságban, úgy, mint a házi gyermekorvosi körzet telefonszámának megváltozása, ami a második számú körzetet érinti. A rövid hírek mellett pedig számos programajánló is szerepel az újságban, sok színdarabra lehet még jegyet vásárolni, megtalálható természetesen a mozi műsor is, és mostani friss hírek és közérdekű telefonszámok, információk, úgyhogy érdemes a harmadik lapszámot is áttekinteni, és mindenkinek szeretettel ajánlom. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!